Hagyományosan a könyvtár, folyóiratok, papíralapú dokumentumok, könyvek tárolását és közreadását végzi, de a Bonyhádi intézmény szolgáltatásai között a kreativitás is szerepet kap hamarosan. 2015-2016-ban volt már egy klubunk, aminek Ügyes Kezek volt a neve. Ez úgy kicsit ellaposodott a két év alatt, de most szeretnénk újraéleszteni ezt, és hát most legyünk kreatívak együtt, ez lett a klubnak a neve. Reméljük, hogy együtt leszünk kreatívak. Hát az apropó az onnan indult, hogy én sokat kreatívkodom, tehát most egyelőre a kötés, horgolás, ami inkább palettán van, de azért sok mindent kipróbáltam. Akik jelentkeztek a klubba, ők is már kötnek, horgolnak, patchworköznek, illetve egyéb más tevékenységet folytatnak, úgyhogy szerintem majd tudunk bármelyik irányba elindulni, ha szeretnénk, és ez lenne a cél igazából, hogy ne ragadjunk meg a kötéshorgolásnál, hanem kicsit úgy minden technikát megismerni, és akkor így egymást segíteni, hogy ki mibe erős, ki mit tud jobban, és akkor így haladunk. Amióta a könyvtár meghirdette a Legyünk Kreatívak Együtt klub indulását, már többen jelezték részvételi szándékukat. Nem titkolt cél, hogy a foglalkozásokon készült munkákból az intézményen belül a későbbiekben egy kiállítást terveznek. Nem csak felnőttek jelentkeztek a klubra, hanem gyerekek is. Nekik azért más, tehát nem hétköznapokon szeretnénk klubot, hanem hétvégén, szombati napokra gondoltunk, akkor talán nincsenek iskolai programok, szülők el tudják könnyebben hozni őket, és hát szeretnénk, hogyha ők is megismernék, hogy azért ez jó. Egy kis önkifejezés, egy kis boldogsághormon tulajdonképpen. A februárban induló heti rendszerességgel megtartott kreatív délutánokhoz bármikor lehet csatlakozni. A kötés, horgolás, gyöngyfűzés és egyéb más tevékenységek iránti érdeklődésen kívül nincs más feltétele a részvételnek. Nem zárkozunk el senki elől, tehát aki esetleg későbbiek folyamán szeretne hozzánk csatlakozni, azokat nagyon szívesen várjuk. Aki nem tud, megtanul, aki meg tud, az reméljük, hogy tovább is fog javulni, vagy fejlődni. Most azért ugye jön a tavasz, akkor ilyen kis ablakdíszeket esetleg, ilyen körbe horgolható fém vagy fa gyűrűket, és akkor abból díszeket csinálni, és akkor ezt úgy megbeszéljük, hogy megnézzük, ugye vannak azért ötletek, interneten találni, hogyha az ember kicsit megakad, akkor találni ezeken az oldalakon olyanokat, ami legalább egy kis inspirációt ad, és akkor azon a vonalon el lehet indulni, és akkor szerintem úgyis mindenkinek egyedi lesz, mert olyat nem fog tudni csinálni, ami ott van, és mindig a saját ízlése valahol belekerül. Sokan vannak úgy, hogy tud kötni, horgolni, de nem tudja a mintát elolvasni. És akkor már valahol ott megakad, és akkor azt mondja, hogy én nem tudok, holott igazából tud, csak ott azon az egy ponton megakad. Ezekben az előadásokban is nagy segítség lehet a könyvtár újonnan induló klubja, aminek közösségépítő ereje is van. A városi intézmény az induló kreatív csoportba várja az érdeklődőket. Az első foglalkozás február 3-án lesz a felnőtteknek, az ifjúságot pedig szombati napokon avatják majd be, többek között a horgolás, kötés, gyöngyfűzés rejtelmeibe.